És itt rendhagyó módon egy külsős helyszínről jelentkezünk most itt a magazin műsorunkban, hiszen kicsit visszább vagyunk itt a Háros utca és a Balatoni út kereszteződésétől, és a környék első benzinkútjánál ülünk, és velem szemben pedig itt ül Landhaller Tassilo, akinek a családja építette ezt a benzinkútat még valamikor az 1930-as évek közepén, 36-ban, ha jól emlékszem. Hogy jött akkor ez az ötlet, hogy megépítsék ezt a benzinkútat, hiszen akkor még jóval kevesebb autó volt? Hát, úgy ismerjük a történelmet, ugye abban az időben 29-32-ig is ilyen gazdasági válság volt, és az apám a Siemensnél dolgozott, megszűnt az állása, és 35-ös évben határozták, vagy 34-esben határozták el, hogy a Balatoni felé egy kemény burkolatú utat, tehát betonutat fognak építeni. És a betonút vonalvezetése átvágta a telkeinket keresztbe, és az apámnak akkor jutott eszébe, hogy mivel a motorizáció 33-ban kezdődött, hogy ide egy benzinkutat kellene építeni, hát hogyha beindul a... Ez egy nagyon bölcs előrelátásra utal. Hát igen, az apám úgy látszik, előre látta a fejlődés lehetőségeit. Milyen autók fordultak meg itt a kezdetekben? Hát a kezdetekben ugye a grófoknak, meg ilyen nagyobb kiváltságos embereknek volt autójuk, és a benzinkutak nem igen voltak, mert akkor kezdődött a motorizáció, és hát ide jártak tankolni. Hogyan sikerült megépíteni ezt a benzinkutat? Kik vettek részt a megépítésében? Hát az apám kölcsönt vett föl a házra meg a telkeire, és 5000 forint volt akkor egy ilyen rokkó rendszerű kút, ami egy 5000 literes tartályt és egy kútoszlopot biztosított, és az arra befizetett, és akkor megépítette az első kutat 1936-ban. A vállalkozó és az építési engedélyt az akkori hatóságok megadták, hamuba kellett letenni a tartályt, és elkészült az első kút, mire az út elkészült és működött, akkor már benzinkút is állt is. A helyszín, akár az épület, akár pedig mondjuk a Balatoni út, miben volt más akkoriban? Hát akkor én gyerek voltam még, úgy az én megítélésem szerint ez egy préri volt itt, házak nem voltak, ugye, és az apámnak úgy látszik, mert a Siemensnél sok fele járt, ilyen munkájából kifolyólag, és ilyen amerikai licencre elképzelt ezt a benzinkutat ide, hogy autószerviz állomással együtt egy ilyen töltőállomást csinál. Mert hogy még mentőállomás is volt. És a benzintöltőállomással együtt szokott járni, nyilván Amerikában is már úgy kezdték el ezeket, hogy mentőállomást is, meg a csendőröknek egy pihenőszobát is létesített itt. Honnét hozták a benzint akkoriban, meg egyáltalán hány benzinkút volt akkor a hazánkban? Hát akkor, hogy hány benzinkút volt arról, én nem tudok, de 39-ben már egy pár benzinkút volt, mert ott van a térképen is, addigra kifejlődött már, de nem nagyon sok benzinkút lehetett, illetve benzinkút talán nem is igen, mert csak makadám utak voltak, és még a 60-as években is lovaskocsival vitték a jeget meg a szódát, még Budapesten is a macskaköves utakon, tehát benzinkút nem nagyon lehetett. Amire én emlékszem, ilyen lánc meghajtásos teherautók voltak, ami körülbelül 2-2 tonnás teherbírásúak voltak, tömör gumival, és azok járták az utat, és a lovaskocsikat azzal kezdték kiváltani. Hogyan folytatódott a története a 40-es, 50-es években, hiszen azért ez egy nagyon nehéz időszak volt hazánk számára? Igen, hát a 40-es évek, a 30-as és a 40-es évek azok talán mondhatni, hogy a béke évek fénykora volt, és hát akkor nagyon jól ment az üzlet, mert az apám 37-ben már egy másik kutat is telepített, 38-ban már az épület felét megépített, és 42-ben megépítette a másik felét, és autómentőkocsija is volt neki, személykocsik is voltak a családnak, és nem mondhatom, hogy rosszul éltünk, elég jól éltünk. De aztán a kommunista rombolás a benzinkutat is elérte.
Hát 945-ben jöttek az oroszok, és ugye akkor én mondtam az apámnak, hogy ami mozog, azt az oroszok úgyis el fogják venni, de akkor már 4 kocsink volt és 3 motorbiciklink, hogy szereljük le a kerekeket, és itt volt egy kút, ami éppen kiapadt, ami a szervizál, illetve a mosónak a vízellátását biztosította, egy cementgyűrűs kút, 15 méteres, lebetonoztuk az alját, és oda raktuk le a kocsik kerekeit, meg a háború, ahogy közeledett 44 októberébe, novemberébe leraktuk a kisgépeket és a műhelyből, és lebetonoztuk a kutat, és utána még 2 pince is volt az épület alatt, azt is lebetonoztuk, az oroszok rajta jártak, másfél hónapig nem találták meg azt a köműves, aki a betonozást és a munkát csinálta, az elárulta, és akkor fölnyitották a pincéket és a kutat, és mindent elvittek, és az apám akkor úgy látszik ezt, az élete munkáját látta teljesen veszendőbe, és öngyilkos lett. És akkor vette át ön a benzinkútnak az üzemeltetését? Akkor nekem kellett átvenni, mert ugye én voltam az idősebb gyerek, és egy húgom van még, és nekem kellett átvenni, és állandóan jöttek ide, hogy adjam át a kulcsokat, mert kiutalták egy Fegyes Gyula nevű elvtársnak az üzemet már 45-ben, mert akkor már kezdődött az oroszoknak a hatalma stabilizálódni, és akkor hát én azt mondtam, hogy nem adom át a kulcsokat, és az apámnak volt egy ügyvéd barátja, akinek kapcsolata volt a kínai követséghöz, és a kínai követségtől szereztünk egy papírt, amiben bérbe vette a követség az autószerviz állomás teljes tartozékával együtt, és minket jelölt meg az üzem további vitelével, szigorú elszámolás mellett, és ha bármi atrocitás érne, akkor azonnal a kínai követségnek jelentsük, és utána ők intézkednek. Hát valami hihetetlen fordulatos története volt így a benzinkútnak, meg talán még van most is, és ahogy mesélte, a külföldi sajtó is foglalkozik, igen, vagy foglalkozott több cégben is a benzinkúttal. A sztorival foglalkozik, mert ilyen Magyarországon még egy nem film is készült. Film is készült róla, a Havas Miklós meg a Kékesi Attila csinált egy filmet, amit be is mutattak japán televízióba és Amerikába is, Los Angelesbe is, bemutatta a Duna televízió is, akkor kint volt a Reuters is, az is csinált filmet, Londonba föltette a világhálóra, és a rendszerváltozás mit hozott a benzinkút történetében, hiszen egyre több benzinkút jelent meg hazánkban, és ettől függetlenül van forgalom. Igen, a rendszerváltozás előtt még azért 49-ben bekövetkezett egy államosítás is. Az október 13-án este 9:30-kor jelentek meg 2 Ford V8-as kocsival, a katona Ferenc és az emberei, és azt mondták, hozták a papírt, hogy kinevezték őket vállalatvezetőnek, és adjam oda a kulcsokat, az üzleti papírokat, és tegyem ki a zsebemből is a pénzt, és kilöktek az ajtón. És akkor elvitték az üzemet, felszámolták, mert a Rákosi elvette a személyi kocsikat az 50-es években mindenkitől, arra nem volt szükség, és akkor kezdték gyártani ezeket a Csepel teherautókat, és a gázolaj forgalom kezdett beindulni, és teherautók jártak ide. Akkor ez volt a Magyarország legnagyobb benzintöltőállomása, és itt indították. Engem viszont letartóztattak, és közellátás veszélyeztetésére másfél évre elítéltek. Utána 27 hónap munkaszolgálatos katonának ítéltek, úgyhogy 54-ben szabadultam meg az elvtársaktól. És akkor elmentem egy szövetkezethez, anyagbeszerzőnek ide, a Fémmechanika szövetkezethez, és kezdtem az életet újból. Balatonon vettem egy Adler kocsit már 56-ba, azt 60-ba egy Bobjedát, maszekrendszámú Bobjedám volt, 62-ben eladtam az Adlert, és azon vettem egy Telket Balatonon, és oda építettem egy nyaralót, aztán 68-ba vettem egy Sport Fiat kupét, 70-ben vettem egy vitorláscsónakot, meg 71-ben vettem egy motorcsónakot, amerikai Evinrude motorral, és éltem a világomat Balatonon is. Közben dolgoztam, mert itt egy üzemet fölfejlesztettük, a Fémmechanikát 380-as létszámra, 35-ről,
és én hozzám tartozott az anyagbeszerzés és a szállítás, és ezeket az ügyeket intéztem. Hányan fordulnak meg itt naponta? Hát naponta 150-en, 160-en, mikor, hogy. Azért az egy nagy szám. Igen. Nézzük azért meg itt ezeket a képeket is, hiszen itt gyakorlatilag majdnem a történelem van itt a falakon. Igen. Tehát itt, nézd, ez itt 36, ugye ez itt a kezdet. Ez a kezdet, ez az apám, és az első benzinkút 936-ban, 37-ben vett egy másik kutat, mert kevés volt már, de itt vagyok én is a 37-es képen, ez a tejfölös felügyenek, és akkor 38-ban építette az épület első felét, akkor már 4 benzinkút volt, és vett egy daruskocsit, hogy az autókat a zárokból ki tudjuk venni, és a műhelyt tudjon üzemelni, még lehet látni, hogy baloldali közlekedés is volt abban az időben. 42-ben építette a másik felét, és az épület most ebbe az állapotában van. Ezt a kocsit is elvették tőlem az államosításkor, ezt a kis szervizkocsit is elvették, ezt a daruskocsit is elvették, ezt vettem államosítás után, azt is elvették, ezt a kocsit, a Pobjedát, azt 60-ba vettem, ezt 57-be vettem, ezt az Adler, aztán vettem a Sportfiátot, ami ott van, azt 68-ba vettem. A kocsik szerelme az megvan a mai napig. Úgy kezdődött, hogy amikor 32-ben vagy 33-ban az anyám bevitt a párizsi áruházba, és volt egy ilyen belülhetős, ilyen piros lemezautó, ami bele lehetett ülni, és belekapaszkodtam, és meg akartam vetetni velük, azt karácsonyra meg is kaptam. Egy másik kuriózum is található ebben a helyiségben, az pedig egy 40-es évekbeli telefonkönyv, azt meg tudjuk nézni? Igen, természetesen. Már csak azért is, mert hogy a benzinkút is szerepel benne. Ilyet sem minden nap lát az ember. Pontosan mikor ez a telefonkönyv? 943. Ja, igen, ott van alul a dátum. És a benzinkút hol található benne? Valahol. Igen, azért látszik rajta az idő. Itt. Ott van. Nemzetközi autószerviz, autómentő és benzintöltő állomás az Új Balatoni úton, Budapest határa műszaki vezető, Landhaller Tassilo. Száma meg 269-905. Igen, itt van a Shell-nek innen is le lehet mérni, a Shell-nek csak egy kutya volt, kisebb, két kútoszloppal, itt a Háros utca végén, mostani Háros utca végén. 43-ban, akkor meg 36-ban még sehol nem volt. Tehát 44-ben gyakorlatilag már itt dolgozott. Igen, 44-ben már itt voltam, az apámmal együtt csináltuk a dolgokat, és gyakorlatilag azóta is minden nap itt. Gyakorlatilag itt is lakom, itt van a lakás is az épületben, és hát itt élek. Aztán a rendszerváltozáskor el akarták adni az Áfort a benzinkutat, és hát előtte én bepereltem a bíróságon 970-ben az Áfortot, hogy nem fizet annyi bért, mikor megjelent a közlönybe, hogy az IKV-nak 300 forintot kell négyzetméterenként fizetni a bérleti díjért a vállalatoknak. Hát a bíróság nem tudott másképp ítélni, mert oda nem volt írva, hogy a Landhaller Tassilónak nem kell fizetni, megítélte a bérleti díjat, és az volt az érdekes, ugye, hogy 90-ben, mikor jött a rendszerváltozás, akkor privatizálni akarták a benzinkutat. Azt jöttek ide a nyakamra, hogy írjam alá, hogy ők privatizálják. Mondom, hát lányanek észnél, hát ez nem a maguké, ez az enyém. Maguk bért fizetnek, menjen be a jogügyi osztályra, azt nézze meg, hogy mennyi bért fizetnek nekem. Hát azt gondolom, hogy kevés olyan benzinkút van, aminek ilyen kalandos a története. És akkor beküldtek a Závűhöz, állami vagyonügynökségre, egy Szilágyi László nevű főtanácsoshoz, és bevittem a papírokat, megmutattam, azt mondja, hát ilyen papírokat ő még nem látott, mit akarok. Mondom azt, hogy felmondom a bérleti viszonyt, és én csinálom tovább, ne vegyek ki a privatizációs listába. Azt mondja, engedje meg, hogy lemásoljam, mert
a jogászoknak is meg szeretném mutatni. Nem mondom, ha itt most lemásolja, akkor megengedem, de ezt adja mindjárt vissza a dokumentumokat neked. Lemásolta, és kivette a privátizálás listából, és akkor felmondtam az Áfordnak a bérleti viszonyt, és jöttem, és beültem a benzinkútba, vettem új tartályokat, vettem új kútoszlopokat, gázvisszaszívost, meg betataroztattam újból a házat, a tetőt megcsináltattam. És hát most pedig a fia az, aki segít így a benzinkútnál. Igen, a fiam az itt van nálam most, az gépészmérnöki diplomája is van neki, és ő fogja majd továbbvinni. De hát ameddig bírom, azért én szeretném csinálni. Ehhez kívánok jó egészséget. Köszönöm nagyon szépen. Nagyon köszönöm én is.